Midőn a szűz magzatját, jászolyban síró fiát, el akarja aludni, így énekel ő néki. Ó, napfény, ó, élet, ó, édes Jézus, ó, édes Jézus. Ó, édes napom fénye, ó, életem reménye, a barmok jelszolában, aludj a lágy színában. Na hát akkor szeretettel köszöntöm a tisztelt megjelenteket. A folyamat, amelyben benne vagyunk, tehát az előadásoknak a egymás következése, egy jóslatszerű bejelentés, amit úgy látszik igazolja. Ez sem örömmel, sem elkeseredéssel nem tölt el, ezt előre lehetett látni, tudni, miről van szó. Ha nem emlékszünk, még az elején szóba került az, hogy az óvodai munka az, amely jelenleg a legjobb szinten van. Itt a legnagyobb az érdeklődés is, a, hát hogy mondjam, átlagtól némileg elütő módszerek iránt, és ennek a bizonyos természetes társadalom szerves műveltség kérdéskörnek ott van a legtöbb, nem csak híve, hanem gyakorlója is. Ha még emlékszünk rá, dugig volt a terem. Most ahogy haladtunk előre, és az általános iskolának az alsó tagozata került sorra, még mindig tele volt a terem. Amikor már a felső tagozathoz közeledtünk, akkor emlékszünk még erre a példázatra, mondtam, hogy fordított arányban van az iskolai szint emelkedése, a, hát a pedagógus társadalom, nem azt mondom, hogy IQ-jával, de az érdeklődési készségével, illetve a tolerancia szintjével. Tehát ez azt jelenti, hogy jelenleg már a gimnázium szintjén tartunk, és érezhető, hogy már félnek. Tehát itt nem arról van szó, hogy meleg van, sokan nem tudnak eljönni, de biztosan szántóföldeken keményen iparkodnak, hanem arról van szó, hogy egészen egyszerűen megriad ez a oktatói szint attól, amit itt hall, mert ezek után nem mondhatja azt, hogy nem ismeri. Az eddigiek mondhatták azt, hogy nem ismertük ezt, kérem, hát ezért nem tanítottuk, most már ezt nem mondhatja. Most én teljesen megértem ezeket a kollégákat, de nehogy véletlenül azt higgyük, hogy én most sínfelni fogom őket, vagy megszidom azokat, akik itt vannak, azok miatt, akik nincsenek itt, amint azt rossz papok szokták gyakorolni, hanem itt egyszerűen arról van szó, hogy dolgokat meg kell tudni érteni, és ezt előre lehetett látni. Ez azt jelenti, hogy még mielőtt engem leparancsolnak innen a színről, várjon, itt meg van jelölve a helyen, bocsánatot kérek, elnézést. Jó, akkor ha így állok, akkor ez megfelelő, ugye? Jó. A helyzet tudnék az, hogy amikor egy gimnáziumi tanár kézbe vesz egy kis társaságot, akkor azok a jelen helyzetnek megfelelő már olyan mértékig, hát hivatalos kiképzést kaptak, hogy ott már nagyon nehéz csodát művelni. Tehát borzasztóan hát fél attól, hogy ezzel a nem jól előkészített társasággal neki majd egy szerves tudásszerzés és tudástovábbítási rendszerben kell folytatnia az oktatást. Tehát mondom, nem mentegetni akarom őket, de eszemágában sincs sem megbántódni, sem értetlenkedni. Itt minden valószínűség szerint erről van szó. Más kérdés, hogy természetesen elindultak a kirándulások is. Tehát én magam is nagyon sok ilyen kiránduló diáksereggel találkoztam, és ez azt jelenti, hogy már a pedagógusok egy része ott van, hát ilyen majomcsordákat legeltet most szerte az országban. Ezek a ilyen kirándulásra vitt gyerekek. Tehát a helyzetet most így értékelve, és nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy az értékelést végezzük el magunkban. Tehát ez olyan dolog, hogy a kapus, ugye ezt szoktam emlegetni, ezt a példát, a kapus kifuthat akár az ellenfél 16-osáig is, csak mindig tudnia kell, hogy hol van mögötte a saját kapuja.
Tehát nekünk is tudni kell, hogy amikor éppen ezt a mondatot fogalmazom, akkor az egész pedagógián belül én hol vagyok. Tehát mi van mögöttem, mi van előttem, mi az, amit még el kell végeznem, és mi az, amit egyáltalán elvégezhetek. Most eleve már így is csoportosítottam az anyagot, és én előre elárultam azt is, hogy a gimnáziumban, tehát a középiskola szintjén, végül is én egyetlen évet tanítottam csak, tehát ennek jóval összevontabb a tapasztalatanyaga, mint akár az általános iskolái, akár az óvodáé, ahol hát azért sok éven keresztül volt alkalmam tevékenykedni és tapasztalatokat szerezni. Na most mindennek a előrelátásával én úgy gondoltam, hogy a mai estét két nagy részre osztjuk, és az első részen belül, ahol a gimnáziumi tananyagnak egy ilyen kicsit a múltkorihoz kapcsolódó részét vetíteném le nagyon gyorsan, hogy legyen teljes az a képi élményünk, ami azt hiszem, hogy nem volt egészen hát katarzis nélküli a múltkor. Tehát azért vegyük észre, hogy nem az az egyetlen mellkereszt volt, amin ilyen hosszan el lehet töprengeni, hanem az úgynevezett Szent István fordulat utáni időből is vannak olyan ábrázolásaink, amik előtt tanácstalanok vagyunk, ha csak a jelenleg tanított, akár dogmatikával, akár liturgikával vagyunk ismerősek, mert ezt a típust, hogy tolkoronás Krisztus nem jegyzi az úgynevezett nagyegyházi kánon, itt pedig kétségtelenül nem. Tövis koronáról van szó, jó lehet, egy kereszt előtt jelenik meg ez a széttárt karú Krisztus alak. Most erre van egy hivatalos magyarázat, most nem akarom szándékosan a szerző nevét említeni, mert koronaügyben is eléggé hát negatív a szerepe, és hát már nincs is az élők sorában, tehát most minek gyalászkodjam, de egy biztos, hogy az idézet az tényleg tőle származik, amit most fogok majdnem teljesen egyenesben idézni, hogy tudnék, egy elrajzolt tövis koronával állunk szemben. Na most erről a témáról egy képzőművész írt először Érdemben, Kátai Mihálynak hívják, és a Művészet folyóirat 1973-as számában, annak a novemberi számában és a decemberiben két részben Napisten színeváltozásai címmel jelentetett meg egy hosszabb tanulmányt, amivel óriási vihart kavart a szakmában. Ő ugyanis, mint művész megengedhette magának azt a luxust, amit akkor én még nem engedhettem meg magamnak, mint művészettörténész, hogy tudnék fölfigyeljen kétségtelen jelenségekre. Például arra, hogy ő neki hosszas művészeti gyakorlata alatt hát vannak fogalmai arról, hogy mit mivé lehet, és mivé nem lehet elrajzolni. Tehát egy tövis koronát el lehet rajzolni ilyen módon, olyan módon, amolyan módon, de ilyen módon, ahogy itt látjuk, sehogy sem. Tehát ezt felejtsük el, hogy itt volt egy tövis korona, mint előkép, és van egy bunkó magyar mester, aki természetesen definíciószerűen nehézkezű, nem érti a dolgokat, elrajzolja a dolgokat, akkor se lehet. Szóval egész egyszerűen képtelenség egy tövis koronát tollkoronának elrajzolni. Na most, ezt ő ugyanilyen nyugodt hangon, kedvesen, nem vitriolosan, még csak nem is gúnyolódott, pedig nyugodtan megtehette volna, hogy gúnyolódjon, szépen előadta, és még hozott jó néhány analógiát, amivel azt jelezte, hogy hát itt egy nagyon sajátos típusról van szó. És ez körülbelül olyan fokú, bár azt hiszem nem került így be az érvelésébe, de hát mi nagyon sokat beszélgettünk előkészítés során is, meg utána is, ez körülbelül olyan fokú, hát félreértése a helyzetnek, most azt hiszem nagyon-nagyon finoman fogalmaztam, mint hogyha én egy teknős békát azzal vádolnék meg, és azt hiszem ezt már említettem, ezt a példázatot, hogy súlyosan elrajzolt zsiráf. Na most egy teknős béka zsiráfnak tényleg súlyosan elrajzolt. Tehát érdemes föltételezni, hogy talán nem zsiráfnak akarták rajzolni. És ezt így már megfogalmazza Kátai Mihály, tehát érdemes föltételezni, hogy itt nem valamit akartak, amit nem sikerült, hanem hogy amit csináltak, az nagyon jól sikerült, és pontosan az sikerült, amit akartak. Most ez föl sem merül jelenleg. Az ilyen típusú, tehát
a szokványtól eltérő ábrázolások értelmezésekor. Most megint visszatérek a múltkori kérdésfeltevésemre, hát azt hiszük, hogy egy középiskolás korú gyereknek be lehet adni olyan mesét, hogy ez egy elrajzolt töviskolona? Hát mi lesz a hitele egy ilyen pedagógusnak? Na most az a pedagógus, aki úgy gondolja a múltkori előadás után, hogy mégiscsak jobb, hogyha ő ezt elrajzolt töviskolonának mondja, és a honfoglalókat meg pogánynak, mert abból nem lesz semmi baj. Az nem jön el a következő előadásra, mert gyanítja nyilván, hogy most jönnek az újabb adatok. És ha azokat is megismeri, akkor már köteles lesz válaszolni, és akkor már kiéleződik a kérdés, hogy bátyó vagy húgom, most hazudni akarsz, vagy az igazat akarod mondani, mert most már ismered a tényeket. Most ettől menekül nagyon sok pedagógus, és ez az, amit meg lehet érteni, bár helyesen nem tudom. No, akkor most az értelmezés szintjén, mert eddig csak észrevettünk egy dolgot, hogy létezik egy olyan kereszt, illetve egy rajta előtte, tulajdonképpen nem rá fölfeszített, hanem előtte megjelenő alak. Kérem a következőt, én remélem, hogy ebből egy totál kérdés. Tehát ez körülbelül, ez most egy széken van, a széken téli kabát, mert kutya hidegben fényképeztem, ez ugyanis raktárban volt akkor, ma már nem raktárban van. Nagykörösi Arany János Múzeumban kiállítási tárgyként lehet megnézni, és egészen tűrhetően van kiállítva. Tehát azért sok minden fejlődött, és még egyet el kell mondanom, azonnal, amikor pozitív példával találkozom, természetesen hangsúlyosan elmondom, hát ez például pozitív példa. Ez a kereszt szokványnál sokkal nagyobb. Tehát itt lehet látni nagyjából a széknek a méretéből a keresztnek a méretét. Hát ha innen azt a lapjától veszem, ez körülbelül ekkora. És azért ez magának az alaknak a méretét tekintve is, meg a keresztnek a méretét tekintve is, ez jóval szokvány fölött van. Na most, hogy lehet egy ilyen rendkívül fontos adatot eltüntetni? Erre mondják, hogy hát nem publikálják, nem a legjobb módszer. Előbb vagy utóbb mindenképpen raktárrevízióra kerül sor. Tehát ha nem sikerül idejében elcserélni mondjuk két kafferbivaj fogra, amelyet a Néprajzi Múzeumnak feltétlenül be kellett szerezni, tehát ilyen cserékről azért elég sokról tudunk, akkor ha már szakma tudomást szerzett róla, akkor mit kell csinálni? Körülbelül kétharmad részén egy publikációnak betenni. Természetesen nem méret helyesen, hanem mintha egy lenne az úgynevezett limózsi-zománc keresztek közül. Na, így is publikálódott. Tehát limózsi zománcok Magyarországon címszó alatt lehet találkozni vele. Ezt a Korvina adta ki, ezt a könyvecskét. Annak idején még a 70-es évek dereka, inkább az első felében. És itt bukkant rá Kátai Mihály is erre a repróra. És egyszer csak úgy föltette a kérdést, hogy elnézést kérek, hol van itt zománc? Ugyanis ő zománc művész. Tehát méghozzá nem is akármilyen. Tehát ő ilyen módon közelített a kérdéshez, és kiderül, hogy ja, bocsánat, hát zománc az nincs. Na most akkor hol van itt Limózs? Ja, bocsánat, szóval Limózs sincs. Vannak bizonyos, Limózs az ugyanis egy zománc művességéről híres franciaországi település, mai napig is folyik ott zománcozás. Csak egy nagy gond van, hogy ez nem limózsi zománc. Egyébként minden stimmel. Tehát úgy teszi be az albumban, hogy az ember ott már, mint tudom, a 23. kép, egy 45-ös vagy 48-as kollekcióban, ott már az ember így lapoz. Ugye amikor a 25. ilyen limózsi zománc keresztet látja, akkor már nem érdekli a 26. Még megnézi a 44-et, meg a 48-at, tehát gyönyörűen el lehet tüntetni. Olyan módon, hogy beteszi egy teljesen jellegtelen helyre, és mintha ugyanakkor a mérete lenne. A méreteket ugyanis hátuljegyzetben adja meg. Na most ezt azért mondom el, mert elég sok értékünk ilyen módon, hát ugye szakma mossa a kezét, kérem, én publikáltam. És aztán a leírásban már úgy megemlít, hogy hát igen, tulajdonképpen ezen nincs zománc, és hát tulajdonképpen nem bizonyítható, hogy ez Limózsból jött, de mint hatást azért föl lehet tételezni Limózs hatását. Tehát ez már a ragulisztika címszó alá tartozik.
Minden esetre létezik, és ezt Kátai már 1973-ban, ne felejtsük el, ennek 30 éve van. És ez egy nagy példányszámban megjelenő folyóirat volt, nem is volt akkoriban más színes művészeti folyóirat. Tehát ez robbant. Engem tulajdonképpen a szakma emiatt átkozott ki, mert engedte, átengedtem ezt az írást. Nem én írtam, nem is én sugaltam, hanem átengedtem, mint szerkesztő. No, ennyit erről. Tehát lényeg az, hogy adva van egy olyan hagyományvonulatunk, amelyik nem illeszthető be semmiféle mesterkedéssel abba, ami az úgynevezett nagyegyházi hagyomány, és ehhez kell tudni egy olyan képírási hát metodust is használni, amit mi a népművészet, saját népművészetünk elemzésekor annak az emlékeit értelmezve tudtunk elsajátítani. Ugyanis kiderül, hogy ezeknek az esetében az ilyen típusú középkori alkotások esetében nincs külön ezeknek nyelve, meg külön a népművészetnek nyelve. Ez ugyanazon a nyelven szól. Tehát most például megkérdezem, hogy az előzőt egy pillanatra, ha vissza tudnád adni. Úgy van, hogy például ez, amit mi tollkoronának nézünk, ez csak tollkoronának nézhető. Rögtön kiderül, hogy dehogy. Hát nyugodtan növényekből álló, tehát vastag húsos levelekből álló koronának is nézhető. Teljesen mindegy, mert semmiképpen nem tövis korona, tehát majdnem mindegy, minek nem rajzolható el tollkoronának, vagy húsos levelekből álló koronának, mert semmiképp nem rajzolható el ilyennek. De a kérdés nem egészen ilyen egyszerű, hanem akár tollnak, akár növénynek nézem, mindenképpen fényre éledő dologról van szó. Tehát a tollkorona az magát, a fényt jeleníti meg. Ezt meg megint nagyon, nagyon pontosan tudjuk, tehát ennek az analógia láncolata az nagyon hosszú időre megy vissza, és hát egy óceánon is átmegy, mert ugye a legpontosabb példányképpen a Kolumbusz előtt és utáni Amerikából valók. Tehát ha ezt tollnak veszik, a valószínű azonban nem a toll, hanem a növényi elem. Na most elindul fölfelé, közép itt valóban fölfelé tör, és a középsőn jól láthatóan egy kereszt van. Erre mondja, persze, mert utólag ezt a pogány dolgot megkeresztelték. Honnan veszi, hogy utólag? Honnan veszi? És miért kellett volna megkeresztelni? Hát a kereszt az nem a kereszténységgel, különösen nem a judeokrisztiánizmussal indult el diadalútjára. Hát sokkal korábban megvan már, és mindig, ahol megjelent, központi jelentőségű képlet volt. Tehát semmi szükség nincs utólag fölrajzoltatni rá. Minden esetre annyit lehet látni, hogy középütt fölfelé növekszik, két oldalt pedig lekonyul. Na most, van rajta párta, amiből ezek kinőnének? Tehát olyan homlokszalag, amire akár mint tollak, akár mint növényi, hát levelek föl lennének erősítve, nincs. Most erre megint jön, persze, hogy nincs, mert Bunkó magyar mester elrajzolta. Nem erről van szó, hanem honnan nőnek ki ezek a növényelemek. Hát magából a szellemiségéből. Tehát megint próbáljuk már képírás jeleiként értelmezni. Ez egy katasztrófa, hogy egyszerűen nem vagyunk hajlandóak képírásként olvasni a képírás jelrendszerét. Nem vagyunk hajlandók. Egyszerűen bezárulnak a szemek és a készségek, és azt mondjuk, na nem, innen már nem. És innen más ündisznó állásból figyeli a dolgokat. Tehát ez egy katasztrófa. Ugyanis a múltunk tele van üzenettel. Ezeket mind megpróbáljuk életképi szintről magyarázni, mert úgy érthetetlenek, tehát milyen a múltunk, érthetetlen ostoba, milyen jó, hogy már meghaladtuk. Gondolom ismerősek a szövegek. Ott egy teljesen tiszta képírási gyakorlatról van szó, ez azt jelenti, hogy a legmagasabb szintű szellemi kisugárzás. És ez nem csak itt a középkor derekán, hiszen ez egy kerek templomnak a romjai közül került elő, nagykörös rudaspuszta. Tehát ez egy egészen egyértelműen a kerek templomok szertartási kellékei közé tartozott, amikről, mint szertartásokról megint csak nagyon keveset tudunk. De most nem művelődés történeti, hogy mondjam, részletezésre van szükség, hanem arra a kérdésre, hogy meddig lehet elmenni egy középiskolás gyerekkel hazudozásban. Szóval meddig lehet dolgokat elkenni.
És itt tényleg el kell mondani, és fogékonyak is rá, azt, hogy ha közvetlenül fejtetőből jön ki növényi elem, akkor ez a szellemi energiáknak a kisugárzását jelenti. Működés közben, vagy megállapodott voltában? Természetesen működés közben. Miért? Mert ha megállapodott volna, akkor egy állati lény jelenne meg. Erről, hogy állati lény Jézus feje fölött. Nem Jézusról beszélünk, erről a műről beszélünk. Nem tudom, érthető-e. Eleve van egy prekoncepció, ráaggatjuk, és mert nem felel meg neki, elmarasztaljuk. Láttunk már ilyet, hogy a fejtetőr állati lény jelenik, hát hogy a csodában eláttunk volna? Hát erre meg azt mondjuk, hogy maszkos varázsló. Mert nekünk van egy olyan skatujánk is. És akkor abba szépen beletesszük, és akkor elintéztük a kérdést. Az innen idáig pogány, ez innen idáig keresztény, csak elrajzolt. Tehát itt nagyon pontosan lehet érzékelni, ami magyar nyelvterületen növényi jellegű megnyilatkozás, az mindig egy növekedésben lévő tendenciának a képviselője. Ami állatalakban jelenik meg, az egy állapotszerűvé vált, tehát lefékeződött, önmagával tartósan azonosnak megmaradó tendencia. Azon belül egy alakiságot is képviselhet. Tehát ezek nem transponálhatók semmelyik nyelvterületre, se az indoeurópaira, se a szemitára, se a kínaira, mert ott ez a fajta nyelvi megfelelés nem létezik. Tehát a jelöléshez sem lehet felhasználni. Ez azt jelenti, hogy bizony ez a kisugárzás, ez most is folyik, most mi közben beszélünk. Tehát ez nem olyan, ami megállapodott, aztán majd emlékezünk rá, hogy haj, de szép idők voltak, mikor még Jézus alatt volt a tövis korona, húha. Tehát itt nem erről van szó, hanem arról, hogy most is folyamatosan sugárzik. És a hatása az emberiség felé két oldalt, tehát a jobb felé és bal felé is egyformán lefelé árad, de a közepe az fölfelé. Tehát a közepe az egyenesen az atya felé, a két széle pedig a földi világ felé. Na most jó lenne, hogyha mindegyik fölfelé áradna? Hát dehogy, hát akkor kegyelem nem tudna földön működni. Tehát teljesen nyilvánvaló, hogy ennek lefelé kell áradnia. Na és ha fönttel nem tartana kapcsolatot, hát akkor meg nyilvánvalóan csak földi lényként működne. Tehát akkor még annyit sem mondhatna a végén, hogy én Istenem, miért hagytál engem. Tehát a kontaktus az utolsó pillanatig megvan az atyával. Egy nagyon pontosan, szépen jelzett, képírással jelzett folyamatrendszerrel állunk szemben. Most kettővel menjünk tovább. Aha, itt valakit keresnek. Igen. Na most, ha körülnézünk a műveltségi anyagaink között, akkor feltűnően sok szó esik manapság Babba Máriáról. A szűzanya egyik elnevezése ez, elsősorban a Székely vidéken, a Csíksomlyó környékén közvetlenül, illetve a Csángók között maradt fönn ez az elnevezés. Aki ezt följegyezte, elég sok konkrét példával, ez a Lukács atya, Dacó Árpád a polgári neve. Tulajdonképpen jó érzékkel, de hát nyilvánvalóan iszonyú szorítások közepette fogalmazta meg a könyvét. Nem nagyon örülnek ugyanis az ilyen fölismeréseknek jelenleg a hivatalos egyházi körök. Tehát borzasztóan ki kell centízni, hogy az ember mit fogalmazhat meg, milyen nyelvezeten fogalmazhatja meg, mert nem fogják megtapsolni. Tehát, ha ő nem lenne valóban egy angyali szelítségű valaki, és egy óriási életművel maga mögött, itt a tevékenységére gondolok, nem a leírt életművére, akkor valószínűleg egy-kettőre kipasszolták volna. Hát nem csak a rendjéből, hanem amúgy is. Igen, hirdetői gyakorlatból is. Minden esetre ő úgy bátortalanul megfogalmazta, hogy itt a babba bár erős B-vel mondják, tehát két B-vel írjuk le, de valószínűleg a baba felé is elvisz. Na most ő kereste ennek az analógiáit, de nem jutott a kezébe az az ábra, amelyik itt a legbaloldali, a három közül a leginkább baloldalt elhelyezkedő, ahol népművészeti ábra
méghozzá mézes kalács, tehát ütőfáról levett ábra, ebben az esetben kerámiában egy ilyen másolatként egy darabig ezt lehetett vásárolni. Volt egy ilyen másolat műhely, ahol középkori dolgokat is képzelni, vagy népművészeti tárgyakat is másoltak, hiteles és nagyon jó másolatok voltak, szinte fillérekért lehetett őket kapni. És bizony van egy ilyen típus, teljesen hitelesek ezek, ahol maga a szűzanya is baba, jól látható gondolom, és akit az ölében tart, az is baba. Na most akkor egy ilyen Mária, milyen Mária? Na teljesen nyilvánvalóan baba Mária. Tehát egy olyan tulajdonságot fejez ki, ami a pólyás babában jeleníthető meg képi jelként legláttatóbb módon. Most elvileg ez angol nyelvterületen is megszülethetett volna. Miért? Mert ott is a babához nagyon közel álló szóval a bébivel jelzik ezt az állapotot. De ott nincs ilyen, hogy bébi Méri. Érthető? Tehát baba Mária helyett. Tehát nem tudja átvinni ezt a fogalmat, hogy baba, arra, aki tulajdonképpen az anyja a babának. És természetesen nem is kapcsolódik hozzá az a szóállomány, ami a baba Máriának a bokrát alkotja, amit nagyon szépen taglal Lukács atya a könyvében, hogy tudni, babás elnevezés, az a szépségnek egy nem e világi fokozat. Ez nem azt jelenti, hogy egy jó csaj, azt mondja valakire, hogy babás, hanem az azt a fajta szépséget jelöli, amelyik egy egészséges csecsemő megpillantásakor hatja át az embert, ami egy egészen sajátos szépség, de létező szépség. Tehát ez a babás, ezt példákkal igazolja, hogy mire mondják, hogy babás, és mire nem mondják, hogy babás. Na ennyit akkor, ezeket a példákat gimnázium vagy középiskola elvégzéséig a gyerekeknek meg kell ismerni. Tehát úgy nem kerülhet ki középiskolából magyar gyerek, hogy ezeket a nevükkel együtt meg ne ismerje. Ez nem boszorkányság. Most örömmel hallottam éppen az egyik kedves igazgatónő kolléginától, aki szokott járni ide, hogy azt, amit itt az első, második, harmadik alkalommal elmondtam, már tanítják. Már tanítják. Tehát a visszajelzés rögtön megtörtént. Na most ezért mondhatom, hogy várjuk ki azt az időt, azt a 3-4 évet, mire ezek, akiknek már tanítják a hangdombokrokat, a jeles tudós pöfögös, és így tovább, és a hozzájuk kapcsolódó módszertant átviszik a gyakorlatba, majd mikor ezek középiskolás korba jutnak, akkor majd megtelik tanárokkal ez a terem. Nem tudom, érthető. Ugyanis ezt a folyamatot nem lehet föltartóztatni. Csak ma még ennek nem jött el az ideje. Most annak jött el az ideje. Az általános iskolai, és ott is az alsó tagozati áttörésnek. Annak eljött az ideje. Na most kérem a következőt, és ezzel azt hiszem be is fejeztük. Egyetlen képünk van, ez tulajdonképpen a próbája. Középiskolai, nem is annyira tananyaggal, mint a gyerekek felfogó képességével, illetve tűrő képességével kapcsolatban elmondottaknak. Tudnék, ha az ember ezt akár már egy harmadik középiskolai osztályban levetíti a gyerekeknek, és megkérdezi, hogy mit gondoltok, milyen történettel állunk itt szemben. És akkor gondolom, hogy attól függően, hogy milyen előképzést kaptak, általában nem ismerik föl. És akkor az ember azt mondja, hogy na most figyeljetek ide, én elmondom, hogy a tudomány mai álláspontja szerint itt milyen jelenetről van szó. És akkor elmondom nekik, Ábrahám föláldozza Izsákot című történetet. Ugyanis ez a hivatalos elnevezés, Ábrahámos Izsákos hímzés. Ez a csiki székhely hímzéseknek egy bizonyos csoportja, az úgynevezett ábrahámos csoport, és azon belül ez egy típusnak felel meg. Tehát ezen belül is több példány van, de ez egy típus ennek. És akkor az ember elkezdi mondani a történetet, hogy az Úr felszólította Ábrahámot, hogy vigye föl erre meg erre a hegyre
fiát, egyetlen fiát, Izsákot, és áldozza föl azt az úrnak. És magához vette Izsákot, elindultak, szépen elérkeztek a mondott helyre, ott ugye a fát föltette az oltára, és akkor lehet akár felolvasni a Biblia megfelelő részét. És a gyerekek nézik a képet, nézik, és számolnak. És akkor utána ugye föltette az oltára a Izsákot, és utána vette a kést, hogy föláldozza, közben még van egy párbeszéd, ugye Izsák és Ábrahám között, és utána vette a kést, hogy föláldozza, amikor az Úr angyala megjelent, lefogta a kezét, és helyette egy kost javasolt neki. És akkor a gyerek számol, és azt mondja, hoppá, volt egy Ábrahám, meg volt egy Izsák, akár a számom, ez két személy. Meg volt egy kos, akit helyettük feláldoztak, az a harmadik. Akkor most nézzük a képet, azt mondja, egy személy, két személy, három személy, mit keres itt a harmadik? Aztán azt mondja, hát itt pipázik az egyik kicsi is, meg az a nagy is ottan. Hát hol van itt a Biblia szövegben az, hogy pipázik? Hát hogy ezzel próbál csillapítani a, tudom én, a riadtságát, Izsák, vagy hogy van ez? És a lelkiismeretét elaltatni Ábrahám? Tehát ennyit, ezt már nem lehet beadni középiskolában. Tehát mi a teendő? Nem vetítik. Holott itt a művelődés történetünk egyik legfontosabb tételéről van szó. Ugyanis adva van középütt egy nagy alak, és adva van két oldalán két kicsi, nem egy kicsi, hanem kettő. Amit föltart ez a középső alap, az sok minden lehet, de kard, vagy tőr, vagy kés biztosan nem. De ez megint a felejtendő tétel. De ezt nem én mondom, hanem ezt mondja a padsorban ülő bármelyik gyerek. Tehát, hogy honnan veszi tanárul, már ne haragudja, honnan veszi, hogy ezek itt hárman, ketten vannak. Honnan veszi, hogy az, amit föléjük tart, hogy megóvja őket ezektől az átvonuló állatoktól, honnan veszi azt, hogy ez egy kard, amivel most majd az előálló kicsit ugye le fogja szúrni. Honnan veszi? És akkor a tanárul ott áll, mint Bálám szamara, és nem tud válaszolni. Tehát a legjobb nem kitenni magunkat ilyennek, tehát egyrészt ide nem eljönni, nem megtudni, hogy mi a helyzet, másrészt nem vetítjük a képet. Meg sem mutatom. Tehát kiadványból sem mutatom. Holott ennek minden tankönyvben ott kéne lennie. És gimnáziumot nem lenne szabad elvégezni addig valakinek, amíg ezt jó reprodukcióban végig elemezve meg nem ismer. Miért? Azért, mert pontosan mutatja, hogy hogyan működik a magyar művelődésen belül a teljesség. Tehát egyrészt mit ábrázol, mit jelenít meg, ezt egy nagyon gyors analízis, hát itt a társaság egyrészt ezen már túl van, ez számunkra már csak ismétlés, hogy tudnéd, itt mindenképpen hármasság. Na most rögtön látjuk, hogy ez nem a Szent Háromság, tehát ez biztosan nem az a Szent Háromság, ami a judeokrisztianizmuson belül a mai napig a fő, az istenség megnyilatkozásának a fő hármassága. Hanem itt van egy teremtő erő, itt az a harmadik ugye a sorban, aki hát rögtön észre lehet venni, három szinten teremt. Tehát egyszer teremt az igével, ez ugyanis nem pipa. Jól látható, kijön a szájából egy szár, és azon egy kerek virág terem a végén, ami azt jelenti, hogy teljességet, a virág esetében ugyanis a felülnézet adja a teljességet. Teljességet hogy lehet teremteni? Csak is igével. Tehát az igével való teremtés teljességhez tud juttatni. Na most, ugyanakkor oldalnézetben adja a virágot, hol a nyakvonal és övvonal között, ahol semmi más nem jelenik meg, csak egy nagy kéz. Erre még persze, mert nem tudod könyököt rajzolni. Na jó. Tehát egy kéz jelenik meg, és abból nő ki egy oldalnézetben látható virág. És ugyanaz a virág nő ki az ágyéktájából. Most itt pontosan lehet látni, hiszen jól mutatja az elválasztó vonal, hogy a nyakvonaltól fölfelé a szellemiségnek a működés területén vagyunk, a nyakvonal és a derékvonal között a lelkiség működési területén vagyunk, az övvonal alatt a testiségén. Na most a teremtés az ember lakta világban, tehát egy ember szabásúvá vált világban, nyilvánvalóan három szinten történik. Tehát a teljesség csak igével teremthető meg, a részlegesség viszont, ami teljesség felé tör, mert fölfelé igyekszik,
az két különböző szint, az egyik az alkotás szintje, ez nem teremtés, ez alkotás. Alkotás, ami magyar nyelvben alakításnak is megfelel. És a harmadik az a nemzés-szülés. Na most erre rögtön visszakérdeznek, hogy hogy lehet itt azt mondani, hogy szülés? Hát hiszen, mi az, hogy hát hiszen? Hát hiszen ez Izsák. Na most ez az, amit el kéne felejteni. Tehát itt nem Izsákról van szó, az emberi minőségnek egy nemileg még megkülönbözetlen megnyilatkozásáról. Ez még ugyanannyi erővel lehet férfi, mint nő. Na most, amit én itt elmondok, ez nem is túl sok kérdésre, középiskolás szintén árad kifelé a gyerekeimből. Honnan tudom? Mert balladákat elemeztünk egy teljes évben keresztül. És ennél sokkal bonyolultabb képletek áradtak ki belőlük, abban a pillanatban, hogy lehetőséget kaptak rá. Tehát ezek nem primitív gyerekek, akkor sem, hogyha súlyosan deformálták a tudatukat előtte 8 éven keresztül, mert annyira nem lehet, hogy ha az ember fölszabadítja, akkor ne áradjon ki belőle. Az a bölcsesség, amit hát születésével hozott magával. Tehát minden esetre nagyon pontosan látszanak ezek az elválasztó vonalak, nincs, hát, hogy mondjam, titkolva itt semmi, és nagyon szép tanúságok vonhatók le. Tehát meddig lehet elmenni egy középiskolással? Hát itt mindjárt fogjuk taglalni, hogy milyen külön nehézségei vannak a középiskolás kornak. Minden esetre nagyon nagy a különbség a közt, hogyha én nem koedukált, tehát csak fiú és, vagy csak lány hát társasággal ismertetem meg ezt a hímzést, vagy koedukáltal. Tehát ott már egészen különleges nehézség adódnak, ha én koedukált, ami hát a mai középiskolák túlnyomó többsége. De hát ezt mindjárt részletezni fogom. Ez az utolsó elemzett képünk. Tehát a lényeg az, hogy a gyerek egyből kitalálja, hogy mi utal arra, hogy ez, akit ő Izsáknak nevezett, teljesen alaptalanul, ez lehet nő is. Mi utal rá? Hát a szoknyája természetesen. Tehát ez azt jelenti, hogy pontosan ugyanannyi eséllyel tudom leolvasni nőnek, mint férfinek. És ugyanez vonatkozik a nagy alakra és a középsőre és az elsőre. Tehát ez még a nemileg meg nem különböződött univerzumnak, de már emberszabású univerzumnak a működésrendje. És itt még nem nőről és férfiről beszélünk, hanem három megnyilatkozás típusról. Ebből az első az a teremtésé, és ennek van három szintje. Majd, hogyha tovább fog specializálódni a világ, és megjelenik benne a külön nő és külön férfi, akkor már el kell dönteni, hogy nemzésről van szó, vagy szülésről van szó, mert ott már polarizálódnak a feladatok. De itt még nem. És akkor utána, ugye mit csinál a középső, hogyha most előrefelé megyünk, hát az egyik kezével fönntart egy rendszert, a szó legszorosabb értelemben, és a másikkal mit csinál? Irányít, kormányoz. Hát jól lehet látni, tehát nem arról van szó, hogy ő megveri ezt az előtte lévőt, hanem beavatkozik. Hova avatkozik be? Rúgdossa? Veri? Hát dehogy, hát mi a haj? A szellemi kisugárzása. Tehát abba avatkozik bele, tehát fenntart és igazgat. Ez a feladata. Ez kettős feladat, szemben a többiekével, az előtte lévő vagy utána lévővel, amelyeknek egy irányú a feladata. Őneki kettős a feladata. Tehát fönn kell tartani a rendszert, és a rendszert mi fenyegeti? Tehát mit kell távol tartani? Pusztító erőket, amelyek jönnek sokkal nagyobb rendszerekből, és magasabb szintű rendszerekből. Na most ezeket hogy lehet távol tartani? Hát ezek az emberiség, vagy az ember szabás univerzum működése szempontjából rendkívül kártékonyak, hiszen ragadozó állatokban jelenítik meg őket, és ezeket fekete fonallal hímzik. Tehát ezeket át kell vezetni. Vagyis azt csinálja, amit jelenleg a magas feszültségű vezetékek szerelői fölött lévő úgynevezett Faraday-kalitka csinál. Tehát egy zárt rendszert képez, ami fölött átvezeti a kártékony erőket forráshelyükről egy annak megfelelő másik hát, erőtényezőhöz. Egészen szépen, tehát annyira szépen tisztán látja, hogyha ezt egy műszaki értelmiségi meglátja, akkor egy külön élvezetet okoz számára, mert ő se tudná ezt képjelekkel ennél láttatóbban
megjeleníteni. Na most erre mit mond a hivatalos hát elemző szöveg, és ezt sajnos nem sínfelni akarom a kollégát, most félreértés ne essék, de ha tanítani akarok középiskolában, nekem a hivatalosat is ismertetni kell. Tehát nem lehet megúszni, mert a gyerek nem jöhet úgy ki a iskolapadból, hogy ne ismerje meg a jelenlegi, elfogadott, tanított, hivatalos véleményt. Csak mellette meg kell ismerni az igazságot is. És ez a legritkább esetben találkozik, ez a kétféle hát vélekedés. Elég baj az. Tehát minden esetre el kell neki mondani, sőt, ilyenkor föl kell olvasni eredeti fogalmazásban, hogy ezeket térkitöltő elemeknek és a készítő, tehát a hímzőasszony játékos fantáziája termékének minősítik, és van olyan egyébként nagyon kiváló néprajzos is, ezért is nem mondom a nevét, aki például úgy olyat ír le, hogy ez is erre a ábrára utal, hogy ez közelebb áll az afrikai primitív népek szőtteseihez, és azoknak a primitívségi fokán van. De ezt nem dicsérőleg mondja, mert ha úgy mondaná, én is elfogadnám. Hanem minthogyha itt egy rendkívül alacsony szintű, valamit meg nem értő, és helyette valami primitív ábra halmaz produkáló hát címzőasszonnyal állnánk szemben. Valójában ennél magasabb hát képírási, fogalmazási szintet elvileg is nehéz elképzelni. Na most a harmadik, aki a fa közelében van, látjuk, hogy a szájából nem jön ki semmilyen, már akár pipának nézhető, akár annak nem nézhető, de növény jellegű. Hát ábra a középsőnek kijön, de nem virágzik ki. Miért? Mert nem az a feladata. Tehát megvolna a képessége az igével való teremtése, de neki nem az a feladata. Csak az esélye van meg. A feladat az a teremtőerő képviselője, és ő végzi is, el is jut a teljességig. A harmadiknak viszont még esélye sincs rá. Ráadásul a kezéből se jön ki semmi. És az ágyékából sem. Tehát neki nem ez a feladata, hanem mi a feladata? A hímzéseken rendre orr nélkül jelenítik meg. Ami egy nagyon fontos tétel, ezzel elég sokat bíbelődik egyébként a hivatalos leírás, általában arra gyanakszanak, illetve azt ajánlják, hogy tekintsük ezt sérülésnek. Tehát, hogy itt szóval kikopott. Most nem tud kikopni, mert ha itt kikopik, akkor utána azonnal elkezd feselni tovább. Tehát aki már hímzett, azt tudja, hogy ilyen nincs, hogy egy szem kifeslik. No, minden esetre nagyon jól érzékelhető, hogy ettől, hogy nincs orra, azonnal állatiasabbá válik. Tehát a kifejezése kifejezetten a támadó, pusztító erő irányában módosítja az arckifejezést, és miután semmit nem hoz létre, tehát önmagát definiálja. Egy működő rendszerbe beavatkozik, és pusztítva újra teremti. Ezt nem lehet másképp megfogalmazni. Most miért kell pusztítani egy olyan rendszert, ami első ránézésre virulensnek, elevennek, teremtő jellegűnek tűnik? Miért? Hát nézzük meg, hogy miért. Ez a fa a törzsében ezt a, hát általunk már nagyon jól ismert, ilyen kis négylevelű elemet viszi följebb és följebb. Ha ezt keresztszemes hímzésben valaki meghímzi, akkor rájön, hogy ez pontos megfelelője annak a négylevelű lóhere-szerű alakzatnak, amit mi elég szép példákon láttunk már. Tehát ez maga a fény. Itt pedig a fénynek az emelkedéséről van szó. Tiszta, de nem termékeny fény. Honnan tudjuk, hogy nem termékeny? Mert nincs magja. Tehát ez azt jelenti, hogy maga a tiszta fény emelkedik egyre magasabbra és magasabbra, és a fa törzse, mint egy csatornaként továbbítja egyre magasabb-magasabb szintekre, és egyszer csak van egy cezura. Egy jól látható határ, ahol megszűnik az egész folyamat, és elindul két irányba, szimmetrikusan, balra és jobbra. És itt mit produkál? Itt már nem eleven hát kiáradásai vannak, mint lejjebb, ezek a mak-szerű alakzatok, hanem mit csinál? Téglákat rak
egymás fölé. Mégpedig ahányszor rakja, annyiszor ugyanazt. És ebből egy lépcsőzetes, monoton sor alakul ki, amelyik már a negyedik ilyen elem után minden minőséget megszüntet. Tehát innentől kezdve már csak a számossággal lehet dolgozni, a minőség mint olyan megszűnik. Ezt nevezik soros sokszorozásnak, de nem nagy betűvel a soros, csak így, hogy soros sokszorozás. Tehát az egyik veszélye az életnek az az, hogy a minőségi sokszínűsége átváltódik mennyiségi tétellé, és onnan már nem emberekről beszélek, hanem lakásokról beszélek, munkahelyekről beszélek, padsorokról beszélek, ülőhelyekről beszélek, mint hogyha teljesen mindegy lenne, hogy az a munkahely az Kovács Józsefé vagy Kifincsák Teréziáé. Tehát ezek egészen döbbenetes dolgok, hogy az emberek elfelejtettek emberben gondolkozni. De tragikusan elfelejtettek. Ehelyett mechanikus struktúrában fogalmaznak. Észre se veszi. Teljesen elembertelenedett a gondolkodás mondja. És lépten nyomon hallja, olvassa az ember, hogy munkahely teremtés. Na most az, amit ma a munkahely teremtésnek mondanak, az az ember leépítésének az alkalma. Tehát az emberi minőségből gépalkatrészé vissza minősítésének az alkalma. És föl sem merül, hogy nem csak munkahely teremtéssel lehet emberi minőséget fönntartani, esetleg emelkedéshez segíteni. Ennek semmi köze nincsenek a kérdésnek a munkahelyhez. Tehát minden esetre a folyamat ezzel a veszéllyel elég messzire elmegy, hiszen itt számoljuk majd meg egyszer, hogy ez egy nagyon messze menő, kristály szerkezetűvé válását jelenti az életnek. Egy-egy ilyen téglány, ez ugyanilyen a harmadik fokozatban, a 20. fokozatban, a 77. fokozatban nem tud mást produkálni. És még az egymásra épülés rendje is ugyanaz. Na most ennek van egy visszahatása. Mi a visszahatása? A szertelen változatosság. Tehát ennek nem az az ellensúlyozás, hogy na akkor most visszaáll egy szerves működésrend, hanem ha ebben az irányban folytatjuk a úgynevezett fejlődést, tehát a változás sort, akkor egyetlen ellentételeződése lehet, az micsoda? A szertelen változatosság. Na most ez miben nyilatkozik meg? Hát itt nagyon jó példák állnak rendelkezésünkre. Ugye a nagyüzemi termelésnek a sorozatgyártás a lényege. Tehát ezt tudjuk, ha minél olcsóban akarom piacra dobni, annál inkább sorozatban kell gyártani. Tehát ez mit jelent? Az, hogy csinálok egy gépsort, és utána úgy osztom fel a műveleteket, hogy lehet, hogy ugyanazt a műveletet kelljen csinálni az embernek, és ezt minél gyorsabban tudja csinálni, tehát egy időegységen belül minél több tárgy készülhessen, amit piacra lehet dobni. Ez nem mostani jelenség, ez elindult a 19. század derekán már, tehát a nagyüzemi, tehát futószalagmenti termelés. Na most egyet nem mertek, vagy nem akartak mai napig közölni, hogy egy futószalagszerű termelésnek mi a valódi végterméke. Hát elmondjuk, attól függ, mit gyártunk. Nem, bocsánatot kérjük, nem, teljesen független attól, mit gyártunk. De igen, mert nem mindegy, hogy autóalkatrészt gyártunk, vagy finom mechanikai műnek alkatrészt, teljesen mindegy. Teljesen mindegy. Mi a végtermék? Az arc nélküli proletár. Tehát a valódi terméke a sorozatgyártásnak a sorozatgyártott gondolkodású arc nélküli proletár. És ez is a célja. Tehát nem igaz, hogy arra a sok bórira, amit sorozatgyártásban készítenek naponta, körülbelül másfél évszázada, tényleg szüksége van az emberiségnek, nincs szüksége. De annak a vékony rétegnek, amely mafiasztikusan ma is uralkodik a világban, már akkor is ő uralkodott, annak viszont arc nélkül alattvalókra van szüksége. És ezeket gyártja sorozatban a futószalag mellett. És itt futószalagnak számít egy irodai munka is. Tehát itt most nem a mechanikus értelemben vett futószalagot kell érteni.
És ebbe az ember, ha becsületes és jó gondolkodású, tessék elhinni, előbb-utóbb beleőrül. Na most ennek, mert nem ember szabású. Ez a műveletsor. Na most ennek egészen tragikus példáit szolgáltatta az élet valamikor a 60-as években. Hát itt elég sokszor hivatkozom arra a bizonyos 10 évre, amit a televízió kötelékében szolgáltam végig, és ennek az a szempontunkból most fontos mozzanata, hogy a Tömegkommunikációs Kutatóintézet már akkor közvetlen kapcsolatban volt a BBC-nek hasonló intézményével. Tehát napra készen kaptunk adatokat. Hát ebben én szoktam mondani különböző tételeket. Hát a helyzet az, hogy talán az egyik legismertebb ilyen példát még egyszer elmondanám, jó? Mert a társaság nagy része nem ismeri. Amikor az elsődleges élmények lecserélése folyt másodlagos élményekre, talán emlékeznek az edzettebbek, de ez annyira fontos példa, hogy minden alkalmat megragadok arra, hogy elmondjam. Azt kérem, hogy tegye fel az a kezét, aki ezt a példát még nem hallotta. Hú, hát akkor érdemes elmondani. Tehát arról van szó, hogy befutottak ezek a hírek a BBC-től, és az egyik ilyen hír úgy szólt, hogy a közvéleménykutató csoport az ugye dolgozik, gyűjtögeti a híreket, és az egyik ilyen figyelemre méltó hír úgy szólt, hogy vasárnap délelőttönként elnéptelenednek a londoni játszóterek. Kezdték figyelni az okot, nem részletezem most nagyon, természetesen gyanakodtak egy ilyen vallásos reneszánszra, tehát hogy most megtelnek a templomok, és ez vonza el a gyerekeket a játszóterekre. Kiderült, most nem részletezem a vizsgálat módszerét, nem erről volt szó. És akkor nyilván eszükbe jutott, hogy valószínűleg akkor a televíziónak valamilyen műsora szívja el a gyerekeket a játszóterekre. Megvizsgálták, és kiderült, hogy valóban a legsikeresebb gyermekműsor műsort sugározza a BBC ebben az időszakban. És mi volt ez a legsikeresebb gyermekműsor? Helyszíni közvetítés London egyik nagy játszóteréről. Na most, nagyon nehezen esett le a tantusz nekünk akkor, de amikor leesett, akkor a becsületesebbje a televízió munkatársának szabályosan szétspriccelt a televízióból. Tehát pontosan tudtuk, hogy na, innentől kezdve már bűnösek vagyunk. Tehát egy olyan folyamatnak vagyunk, eddig ösztönös, most már tudatos művelői, ami az elembertelenedést szolgálja, de kifejezetten azt szolgálja. Tehát ha egy elsődleges élményt ki lehet váltani, helyettesíteni lehet másodlagos élménye, az azt jelenti, hogy korlátlanul manipulálhatóvá válik az emberiség. És ha ez már gyermekkorban ennyire erősen működik, akkor ez azt jelenti, hogy amikor majd az a korosztály kormányra kerül, tehát vezetői évjáratba kerül, hát akkor jaj az emberiségnek. Na most tudni kell, hogy jelenleg ez a korosztály vezeti a világot. Tehát itt bizony nagyon fontos tételekről van szó, ezeket nem lehet elégszer elmondani, és miután személyes tapasztalat, hát valóban be kellett, hogy iktassam ebbe a menetbe. Na most ez a sorozatgyártás, és most ezzel a második példát is hadd mondjam, mert ugyanaz a forrása, körülbelül ugyanabban az évben tudtam meg, az Skandináviából szól, konkrétan Svédországból. Na most ez eléggé jó, tehát ismert dolog, hogy a munkásságnak a helyzete a világon még mindig a legjobb Svédországban. De ez valószínűleg kezdettől fogva így volt. Tehát ha fizetést veszük, munkakörülményeket veszük, az úgynevezett humán faktor, tehát hogy beszél el a főnöke, egyáltalán emberszabásonak tekinti, és itt a lakásviszonyokat, mennyit adnak neki hozzá, hogy föl tudja építeni. Tehát igazán ilyen tekintetben lehet mondani, a legjobb helyzetben volt. Autógyártásról van szó, tudni való, hogy a svéd autó az mindig is egy márka volt. Hát ne felejtsük, ha nem lett volna ez a Saab nevezetű, akkor nekünk egy miniszterelnökünkkel kevesebb lett volna. Valószínűleg bizonyos könnyebbség jártak volna vele, de minden jó, hogy megvolt ez az autó. Tehát lényeg az, hogy ez az autóipar
olyan mértékig volt már könnyítve, hogy tulajdonképpen miközben a futószalag mellett végezte természetesen egyenruhában, gusztusos, kedves, jó, kellően higiénikus viseletben, nem volt túladagolva a munkával, ugye ezt a mozdulatot körülbelül háromszor egy másodpercben kellett csak elvégeznie, ezt ha beszorozott mondjuk 8 órával, hát ez egy bagatelli 10.000-es nagyságrendet ad ki. Tehát tulajdonképpen nem panaszkodhat az illető, és egyszer csak mi történik, nagyszerűen gyártanak, ugye tudjuk, tehát a svéd autó az azért egy márka. És egyszer csak mi történik? Észreveszik, megőrülnek a munkások, és ez az overallos, tiszta, jól fésült, jómodorú ember előkap egy kést, és így bele a karosszériába, illetve a bútornak a húzatába széttrancsírozza, előkap egy nagy ilyen botot, és szétveri az egész karosszériát. Hát elviszik, ugye, hogy hát ez szegénynek biztos családi hát okai vannak az ügynek, és itt akkor jön a második eset, akkor jön a harmadik, és a családdal semmi baj nincs. És akkor elkezdtek fölfigyelni rá, hogy ezt nem lehet, ezt ember nem tudja józan észre elviselni. Tehát vagy át kell irányítani egy másik ugyanilyen embertelen, de másképp embertelen munkakörbe, vagy számolni kell azzal, hogy ki fog törni, és akkor törzúz maga körül. Egyébként van olyan cég, amik azt mondja, nekem megéri az, hogy törjön, zúzzon, hát egy autóm rá fog menni, na és akkor mi van? Utána meg kirúgom. Puff, kész, ennyi. Tehát csak azért mondom a példát, mert ezek hallatlanul pontos példák voltak. Tehát ezzel senkit nem tévesztettek meg, mert nem is közölték őket a televíziók. Tehát ez csak belső tájékoztatásra szolgált. Tehát ez azt jelenti, hogy ezután a monoton magatartás után egy kirobbanó és teljesen ellenőrizhetetlen, szertelen változatosság robban be. Most aki a művelődés történetét követi, és majd ide még vissza kell térnünk a középiskolás viselkedés kapcsán, tehát aki követi a művelődés történetét a 19. század Derekától, az érzékelő, hogy ez a folyamat, ami ide föl van rajzolva, ez tulajdonképpen az európai művelődés története, mondjuk Dávidtól és Encre-től, tehát a klasszicizmus franciaországi képviselőitől, mondjuk napjainkig. És mi történik? Először jön a klasszicizmus. Na hát az ilyen. És mikor már nagyon érzik az emberek, hogy hát ezt nem, kikérem magamnak, hogy a 234. antik homlokzatot idefesse elém, ilyen félmeztelen, teljesen érdektelen figurákkal. Vagy teljesen meztelen. De azok is olyanok, hogy szóval teljesen érdektelen. Na lényeg következő, akkor mi történik? Akkor vált egyet, és hozza a romantikát. Megjelenik Delacroix, megjelenik, tudom én, Delaros és tovább. Hát ez egy társaság, ez nem egy valaki. És amikor az kifullad, most nem mindegyiket sorolom föl, megint bejön egy geometrikusabb jellegű. És akkor most csak a nagy ugrásokat vegyük. Megjelenik a geometrikus, tehát úgynevezett analitikus kubizmus. Tehát a kubizmus, mint többszerű formálási mód. Majd, miután egy darabig nagyszerűen prosperál, mi következik? A szürrealizmus, talán, sőt, hát még előbb az expresszionizmus. Tehát amíg az egyik megmerevíti a formákat, és mindezt nagyszerűen csinál, tehát itt nem azt jelenti, hogy ezek rossz művek, hanem egy tendenciát tovább éleznek. Erre már gyorsabban reagál a másik oldal, szertelen változatosság, megjelenik az expresszionizmus. Na most már lehet látni, hogy kevesebb idő telt el a két irányzat között, két véglet között, mint az első esetben. Akkor jön a következő, ez mondjuk legyen a Gábor Pesner által realizmusnak nevezett, tulajdonképp konstruktivista irányzat. Itt még jobban lecsupaszítják a szerkezetet, és már tulajdonképp csak a szerkezet maga működik. És erre jön válaszul, 1924-ben járunk most, de szinte egy generáció, mi jön? A szürrealizmus. Megint a teljesen elszabadított változatosság.
Utána megint mi jön, egy kis háborút azért időnként csinálgatnak nekünk, hogy ne unatkozzunk, és akkor utána megint mi következik be? Hát én utoljára ott kapcsolódtam be a dologba, ahol a minimál árt jelent meg. Most nem tudom, hogy tudjuk-e, mi az a minimál árt. Ahol úgy csupaszítom le a formát, hogy ha már abban a legkevesebb változatosság van, akkor már a műkritikus elhúzza a száját. Tehát ennek voltam hollandiai akkori legkiválóbb képviselőjének, Karel Fischernél, tehát amikor az ember úgy szóval megpróbált ebbe beleélni magát, akkor láttam, hogy oldalról figyel, hogy hol fedezek föl valami kis változatosságot a dologban, mert akkor ezt azonnal visszatervezi. Tehát ez a minimál árt, és természetesen mi jött erre válaszul a túloldalon, hát hogy lehet még tovább felszabadítani a fantáziát a szertelenség irányába, mint ahogy a szürrealizmus tette. Hát gondolom, kitaláljuk. Hát ez a koncept árt. Tehát amikor meg se kell csinálni a művet, én azt találok ki, amit akarok. Leteszek egy tervet, vagy leírok három mondatot, hogy én most a Szaharát lilára festem be. Nem kell befesteni. Ez mind koncept, ez egy műalkotás. És elég baj az, ha olyat találok ki, amit meg is lehet csinálni. Akkor már kicikiznek. Tehát itt ezek tényleges irányzatok. Vigyázzat, nem én találom ki, de a működési, hogy mondjam csak, előírásait se, vagy amiket manifestumoknak neveznék, azt se én fogalmazom, csak mint művészettörténész nekem ezeket bizony végig kellett tanulmányozni. Na most az utolsó koncert volt, amikor azt mondtam, hogy köszönöm szépen, itt most nyugodtan elengedhetem a kezeteket, ennél tovább nem hűlhettek. Tehát innen már csak visszafelé lehet jönni, az meg engem különösebben már nem érdekel. Tehát ez körülbelül az volt, amikor tényleg már nincs műalkotás, van egy ötletem címszó. Na most ezzel nem azt mondom, hogy menet közben nem születtek valóban kiváló alkotások, hogy nem voltak tényleg jó hiszem és tényleg nagy alkotók, de ennek a jelenség, ez magához semmi köze nincs ennek a kérdése. Ehhez van köze, hogy tudnélik, elérkezünk oda, hogy ennek a monoton önismétlésnek, ami a szervetlen világnak, tehát a kristály szerkezetű létezésnek a működésrendje, ezzel szemben egy akkora ellen tételeződés van, ami meg a látható világnak egyetlen részlete, de az aztán a lehetőleg látványszerűbben. Tehát ezt a részletet, amit nagy levél formában jelentkezik, ezt például szakkutatók általában úgy magyarázzák, hogy a hímző asszony valószínűleg valahogy bekerült a legközelebbi kastélyba, ott meglátta a goblenben ezt a nagyon szép levélmintát, hazaszaladt a huncut, és gyorsan lehímezte. De a többire már nem maradt ideje, hogy megfigyelje, ezért a többi azaz a csúnya, nehézkezű és ilyen geometrikus jellegű vacak, de legalább ez mutatja pontosan, hogy tényleg huncut mellel este az úrtól. Tehát ezek annyira átitatják a jelenlegi közgondolkodást, hogy az ember alig bír, hát hogy mondjam, ellene érvelni, hogy dehogy is, pontosan arról van szó, hogy ezt a kettősséget nem lehet tovább folytatni. Miért? Mert a teremtés önmagáról lehangolódik, ha ebben a két irányban folytatom. Tehát azt jelenti, hogy itt be kell avatkoznia a pusztítva újra teremtő erőnek. Nem máshol, itt kell beavatkoznia. És ha nem avatkozik bele, akkor ez tovább fog polarizálódni, és az egész teremtett világot fölemészti. Tehát jelenleg is ez a veszély. Na most, pedagógiai tapasztalat. Abban az óvodában, ahol egy kezd helyen hát csináltuk, megcsináljuk, amit csinálunk, ott egy ilyen szimpozionon, most megint nem mondom, egy neves pszichológus tartott egy előadást. Én tulajdonképpen arra reagáltam, és mert úgy reagáltam, ahogy ezért nem jelent meg az írásom. Tehát azért ezt tudni kell. A minden esetre a neves pszichológus meg elmondta, hogy nem kell olyan nagyon ellenezni ezt a beat őrületet. Meg ezt, hogy hatalmas hangerővel
ilyen diszkóban a gyerekek szerepel, mert azért vegyük észre, hogy nagyon monoton ezeknek a gyerekeknek az élete. És azzal, hogy ők elmennek a diszkóba, ott őrjöngenek, igen, kedves hallgatóim, őrjöngenek. Nem hunjuk be a szemünket, a valóság előtt tudomásul veszük, hogy őrjöngenek, nagyon helyes, mert ezzel helyre billen egy egyensúly. Érthető? Na most ez volt az a pont, ahol kinyílt a bicska a zsebemben. És bár nem kellett volna válaszolni rá, hát az előadásomban bizony nagyon kemény szavakkal válaszoltam, sőt, bekértem ezt a hímzést, mert éppen ott volt, és szépen fölakasztottam, hogy mindenki lássa, és mutattam, hogy amiről a kedves előttem szóló beszélt, az ez a tendencia. És ez semmit nem hoz ő vissza a harmónia szintjére, hanem ellenkezőleg tovább élez egy embertelenül kemény és veszedelmes tendenciát. És minél tovább emelem annak a zajszintjét, hát annál tovább fog a monoton munkának is az embertelenedő hatása. Hát emelkedni, illetve hát süllyedni, mert ez erkölcsileg süllyedés jelent, és ezzel semmit nem oldunk meg. Ezzel csak egy húrt feszítünk odáig, hogy ez bizony pattanni fog. Na most miért kellett ezt itt elmondanom, és miért ez az utolsó kép? Hát azért, amiről itt beszélek, az, mint tünet, legeklatásabban, átütőbben pontosan a középiskolai korosztálynál jelentkezik. Tehát az a tendencia, hogy ugye kétségtelen, hogy a tananyag a maga tartalmi részében jó részt hazug. Ez elsősorban a történeti jellegű ismeretekre vonatkozik, de majd mindjárt látni fogjuk, azért nem csak arra. Ezt mivel ellensúlyozza? Elkezd bratyizni a gyerekekkel, jópofizni a gyerekekkel, és engedi, hogy azok olyan dolgokat csináljanak órán, hát ami hogy mondjam, csak az egész pedagógiai gyakorlatot, mint olyan gyakorlatilag nullázza. De megőrizte a jó kapcsolatot a diákokkal. Érthető? Na most tipikusan erről a folyamatról van szó. Tehát én egyik irányban nem tudok tartalmat adni, csak egy tartalmatlan formalizmus. Ezt mivel ellensúlyozom? Az, hogy egy szertelen változatosságot viszek bele a diákokkal való kapcsolatba. És ennek ilyen jele is vannak, hogy például vesz egy cukrot, és odadobja neki, mikor egy jót mond. És ezt még egyetemi szinten is gyakorolják. Tehát ez olyan mértéktelen megalázása a gyereknek, hogy legszívesebben ilyenkor leköpném, mint diák, azt, aki velem ilyet csinál. Na most ez tehát a képekben elmondandó, hát vagy kiegészítendő részhez tartozott, tehát ezeket a képeket gondoltam még az elmúlt alkalom kiegészítéseként bemutatni, és innentől kezdve egy elég feszes menet következik, tehát hogy egyáltalán a középiskola szintjén milyen területen mi az, ami jelenleg nem egészen jól hát adódik át a gyermekeknek tapasztalatanyag, módszer, illetve tényanyag tekintetében, és mi az, amit én a magam részéről már most javíthatónak vélek, mert ez az egész sorozat ezt célozza, hogy ami javíthat, az lehetőleg már is induljon el, ne halogassuk túlságosan sokáig. Hát először is. Középiskolában már értelemhez nem csak lehet, de kell is szólni. Tehát az a személyes meghatározottság, ami még az általános iskolában döntő volt, hogy teljes pedagógus személyiség hat teljes tanuló személyiségre, ez minden tekintetben oldódik, tehát olyan tekintetben is, hogy nem teljes már a megfelelési hajlandóság a gyermekben, a kritikus hajlam bontakozik ki. Az önállóság irányában nagyon határozott lépéseket kezd tenni, és ha itt se teszi, akkor mikor tegye szerencsétlen, tehát itt ilyenkor jön el az ideje. Tehát
itt bizonyos ismeretelméleti dolgokat szigorúan tisztázni kell vele, lehetőleg minél hamarabb, és megérti. Tehát ez az idegenkedés attól, hogy ez még túl nehéz, neki nem túl nehéz. Tehát innentől ugyanis szaktárgyakat fog kapni, és én ezen nagyon lényegeset nem is változtatnék, tehát innentől kezdve az érdeklődés egy analitikus irányban kezd tovább bontakozni, és önmagában ez nem baj. Ez akkor baj, hogyha nem tud visszatalálni az egészhez. Tehát rögtön az elején elmondanám neki az első olyan óra kezdetén, amelyik már szaktárgynak az órája. Tehát amit külön szaktanár ad le valamelyik szakmából, mondjuk biológiából, vagy fizikából, vagy matematikából, és itt és itt. Hogy tudnélik, az a fajta tudásszerzés, ami innentől kezdve el fog uralkodni, nem kizárólagosan, de el fog uralkodni a tanítás menetében, az az egyik fajta tudásszerzés csupán. Tehát ez nem az egyetlen lehetséges, hanem az egyik fajta. És azt is elmagyaráznám nekik, mert biztos vagyok benne, hogy megértik, hogy tudnélik, ilyenkor az embernek, mint sajátos jelenségnek a természetéből indulunk ki, ami azt jelenti, hogy a tiédből Pistikém, a tiédből Gizikém, és itt tovább, és itt tovább, tehát nem általánosság, hanem mindenkire érvényes, amit mondok. Ez pedig mit jelent? Az, hogy az ember egy nagyon sajátos lénytípus a világban, pillanatnyi tudásunk szerint páratlan. Tehát nincs más hasonló, lehet, hogy egyszer majd felfedezünk, egyelőre úgy tűnik, hogy nincs. Miben sajátos? Abban, hogy nem csak része a nagy mindenségnek, hanem egyszer s mind egésze is. Na most ezt korábban még legfeljebb jelképesen érte meg a gyerekkel, lehet egyébként magyarázni a korábbi korosztályoknak is, de csak képileg, tehát úgy, hogy valamilyen meseszövetbe ágyazom bele, vagy eleve mesén magyarázom el, vagy éreztetem, nem magyarázom, éreztetem. De itt ebben az életkorban már lehet róla logikus keretben is, logikai, formalogikai keretben is egyet mást mondani. Tehát ez mit jelent? Az, hogy az ember egy kicsi mindenség. Ha akarjuk, még azt is elmondhatjuk, hogy ezt idegen szóval mikrokozmosznak nevezzük. És van egy nagy mindenség, amit ugyanezzel a idegen kifejezéssel makrokozmosznak, nagy mindenségnek nevezünk. Na most, az emberben minden megvan, ami a nagy mindenségben, amit úgy kell érteni, hogy minden megvan csomópontszerűen is, és minden megvan kapcsolatszerűen is. Tehát azt jelenti, hogy az ember univerzumszerű, az univerzum pedig emberszerű. Na most, ha én nem univerzumot mondok, hanem mindenséget, akkor ez minden esetre könnyebben érthető a gyerek számára. Na most ezt semmi baj nincs, ha a gyerek az elején egy kicsit, hát érdekes dolog, de még nem tudom teljesen fölfogni. De arról tudnia kell, hogy az ember valóban a lényeknek a nagy együttesében sajátos helyet foglal el, és éppen ezáltal foglal el sajátos helyet. Na most ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy mind a két arcomat, a teljeset is, tehát hogy nem csak része, de egésze is vagyok a mindenségnek, ezt is felhasználhatom a tudásszerzésre, meg azt is, hogy része is vagyok a mindenségnek. Most eddig a mi tanulmányaink, tehát az óvodától, az általános iskola alsó tagozatán, felső tagozatán keresztül elsősorban azt használta ki tudásszerzésre, hogy mi egészei is vagyunk az univerzumnak. Tehát azt jelenti, hogy mindent a maga egészében próbáltunk átélni, és ráadásul egy olyan hatás keretében, amikor én, mint tanár, a magam teljességével hatottam, nem analizálva, nem fölbontva, hogy egy kicsit a fülemmel is, kicsit az orrommal is, kicsit a nagylábújammal is, hanem mint teljes egész a gyermekre, mindenkire külön-külön. Most innentől kezdve elsősorban azt fogjuk felhasználni tudásszerzésre, hogy részei vagyunk a nagy mindenségnek. Tehát felosztjuk ezt a nagy mindenséget is részekre, és mi, mint részek, most a mindenség egy-egy részletével fogunk megismerkedni.
Csak egyet kell tudni, én hiába ismerek meg részleteket a nagy mindenségből, akármennyit ismerek meg részenként belőle, hiába adom őket össze, ebből soha nem lesz teljesség. Most ezt mulasztják el közben a gyerekkel. Tehát a gyerek innentől kezdve abban a tévhitben ringatja magát, hogyha sokat tanul, különböző szakágazatokban, különböző részismereteket szerezvén, akkor majd ezek összeadódnak, és így aztán majd teljességet fog megismerni. Nem fog soha megismerni. És ezt az első órán tisztázni kell. Tehát ezek mindig közelítő értékű tudások, akármire vonatkozzanak. És nem lehet olyan kicsi egységet kiválasztani a mindenségből, amit akármilyen hosszan tanulmányozunk is ilyen módszerrel, tehát analitikus módszerrel, azt teljesen meg tudnánk ismerni. Tehát nincs az a kicsi részlet a világból. Ha azt mondom, hogy a körmön feketéje, azt sem. Ha azt mondom, hogy egy bolha, azt sem. De ha a bolhának a nemi szervét mondom, azt sem. Tehát egyszerűen azért nem lehet, mert ez a módszer mindig csak közelíteni tud a teljességhez. És ha ezt nem tudja a gyerek, akkor borzasztó csalódások fogják érni, mert egyre másra rá fog döbbenni, hogy amiről úgy gondolta, hogy teljesség, tehát megismert a maga teljességében bármit, arra kiderül, hogy már a következő kanyarban még részlegességnek is kevés. Tehát ezt rendkívül fontos tisztázni velük, ez egy alapvető ismeretelméleti kérdés. Na most, ha viszont valaki a továbbiakban is, tehát gimnáziumi, középiskolai, sőt később majd egyetemi, vagy egyetem utáni szinten teljességet akar megismerni, akkor neki továbbra is rendelkezésére áll egy módszer, csak ezt mi most itt a középiskolában nem nagyon fogjuk gyakorolni. Nem fogjuk teljesen elfelejteni, és nem fogjuk teljesen kihagyni, de most elsősorban az úgynevezett analízisnek van az ideje. Na most mi ez a másik módszer? Ez az, amikor teljes emberségünkkel közvetlenül hangolódunk rá, mint kicsi mindenség a nagy mindenségre. Na most ennek megvan a lehetősége, és pontosan abból adódik, mert mi nem csak részei, hanem egészen is vagyunk a mindenségnek. Tehát közvetlenül is rá tudunk hangolódni. És akkor elmondjuk a gyerekeknek, mert innen már a történeti tudat is elkezd ám bontakozni, tehát nekünk dolgokat már történeti összefüggésükben is illik, sőt, szép lassan már kötelező lesz ismertetni. Tehát elmondjuk nekik, hogy az a mesterség, pontosabban hivatás, amit keleten sámánnak neveznek, nálunk táltosnak neveznek, ha keresztény műveltségen belül keressük a helyét, akkor az úgynevezett misztikusok. Azok mindig ezt a módszert használták. Tehát közvetlenül rímeltek, vagy hangolódtak rá a nagy mindenségre, mind kicsi teljesség a nagy teljességre, és így mindig hiteles képet tudtak alkotni maguknak, olyan hát valóságtartományokról is, amelyeket az analitikus jellegű, tehát úgynevezett empirikus tudásszerzés esetleg csak több évszázaddal később fedezett föl, akkor is csak közelítő értékűen. Tehát például teljesen tiszta spirálgalaxis modellek jelennek meg már az őskornak, már a korai szakaszában. Félreérthetetlenül. Most nyilvánvalóan nem távcsővel, nem eszközzel, és az empirikus tapasztalás keretében ismerték meg. De a képletek hitelesek. És akármennyit fejlődik a műszeres csillagvizsgálat, ezeket nem fogja tudni hitelteleníteni. Vagy vegyük a népmeséinket. Tele vannak olyan fordulattal, és olyan képződményekkel leírva, de részletezve, hogy tulajdonképpen csak akkor kezdtük őket megérteni a racionalitás szintjén, amikor odáig jutott a műszeresen vizsgálódó csillagászat, kozmológia, tehát világmagyarázó rendszer. Addig ezeket, mint kedves furcsaságokat tartottuk nyilván. Mindjárt részletezek is ezek közül néhányat. Tehát tudni kell, hogy ez az út ma is járható. Ezt nevezzük, ha táltosról esik szó, vagy sámánról keletebbre, észak-keletebbre, akkor révülésnek nevezzük.
általában utazásnak szoktuk nevezni, mert hiszen egy másik, egy magasabb rendű tartományba lát, illetve közlekedik át ilyenkor az illető, és keleten ezt meditáció néven is számon tartják, itt lényegileg ugyanarról a folyamatról van szó. Na most ezt a keresztény misztika a misztikus elrévülés címszó alatt tartja nyilván, tehát itt egész közel kerül a tátos révülésed megjegyzésében, vagy megnevezésében, de azért egy kicsit mást ért rajta, hogy ezzel nagyon meg van sértve valaki, hogyha közlöm vele, hogy hát ugyanazt mondja el Avilai Szent Terézről, amit én elmondok egy tátosról. De hát ez már legyen az ő mondja. Tehát minden esetre ez, mint ismeretelméleti alaptétel, ez megkerülhetetlen, ha azt akarom, hogy ezekből normális emberek váljanak, és itt van a helye, középiskolás szinten. Az, hogy aztán az ember körülnézze a középiskolai tanulókon, hát attól függ, hogy hogy nevezik el ezeket az osztályokat, jelenleg ez az első gimnázium, de van, ahol ez ötödik év. Tehát ha körülnéz rajta, és azt mondja, hogy itt még egy kicsit túl sok az éretlen, akkor ezt nyugodtan a második évre is át lehet tenni, de egy biztos, hogy az alsó két évben ennek így, ahogy én most elmondtam, el kell hangzania. Tehát ezt tudatosítani kell a gyerekekben. Ó, én édes gyermekem, csak téged kíván lelkem, aludj édes virágom, zöld elő rozmarinom. Hónapfény, ó élet, ó édes Jézus, ó édes Jézus.